Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa televízió híradóját látják 2019. június 14-én este 19:30-tól. Bemutatkozott a Szövetségben Városunkért Egyesület. Az új szervezet új polgármester jelöltel indul az őszi választásokon. Befejeződött a 2018-19-es tanév, közel 75 nap pihenés vár a diákokra. Érdeklődők előtt gyűrűzték meg a fiókákat. Gólyarócsot tartottak Kalocsán. Június 13-án, azaz csütörtökön tartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját a Szövetségben Városunkért Egyesület. Az új egyesület elnöke nem csak célkitűzésekről beszélt, hanem bemutatta polgármester jelöltjüket is, akit az őszi önkormányzati választásokon kívánnak indítani a szervezet támogatásával. Csütörtökön délután várták sajtótájékoztatóra a helyi média képviselőit a 48-asok terére. Az eseményen elsőként bemutatásra került a Szövetségben Városunkért Egyesület, az új szervezet elnöke beszélt megalakulásuk okairól és célkitűzéseikről. Nem kívánjuk mi az eddigi városvezetések felelősségét számon kérni, megtették, megteszik helyettünk a választók. Mi azt szeretnénk, ha nem az számítana egyes pozíciók betöltésénél, hogy ki milyen párt delegáltja, hanem hogy ki milyen szakértelemmel rendelkezik. Kalocsa lakosságának még 10%-a sem tagja valamelyik pártnak. Az önkormányzat képviselőtestületének mégis majdnem minden tagja pártdelegált. Ma Magyarországon így természetesen Kalocsán is az ilyen képviselőjelölt pártok által anyagilag is támogatott kampányt folytat. Ezek a képviselők az elnök szerint nem a választópolgárokat, hanem pártjukat képviselik az önkormányzatokban. Egyesületük tagjaival ezen is szeretnének változtatni, többek közt új polgármester jelöltjük Faragó László által. Célunk az, hogy közösségünk mindannyiunk megelőgedésére fejlődjön. Ez a fejlődés csak összefogással és valós lehetőségek kiaknázásával jöhet létre. Én egy olyan Kalocsát szeretnék, ahol mindenki megtalálja maga számára a boldogulást, ahol mindenki büszke lehet a településünkre. Az Egyesület két hét múlva újabb sajtótájékoztatót fog tartani a tervek szerint, ahol már konkrét elemeket is ismertetni fognak választási programjukból. Meggyűrűzték a fehér gólya fiókákat Kalocsán. Gólyarócsót tartottak ugyanis városunkban, illetve a környező településeken. A program a Magyar Madártani Egyesület és a Kiskunsági Nemzeti Park együttműködésében valósult meg, melyet bárki figyelemmel követhetett. A mai napon, azaz pénteken, gólyarócsó keretében látványgyűrűzésre várták az érdeklődőket Kalocsán és környékén. A fészeknél Daruskocsi vitte fel a szakembert, aki lehozta a fiókákat. Minden állomáshelyen látványgyűrűzés keretében elmondták az érdeklődőknek, miért van erre szükség, és lépésről lépésre be is mutatták a felhelyezés folyamatát. 2014 óta csináljuk ezt a gólyarócsót itt Kalocsa környékén, 7-8 településen. Ugye mindig el szoktam mondani, hogy kettős célja van, az egyik a népszerűsítés, tehát a fehér gólya védelme érdekében történik. Tulajdonképpen a másik cél is, hiszen az egy tudományos munka, ez a gólya gyűrűzése, a vonuláskutatás, de nem csak azokat az információkat tudjuk meg ebből a gyűrűzésekből, hogy merre járnak ezek a gólyák, hanem a veszélyforrásaikat, hiszen rengeteg madarat ugye leszokott verni az elektromos áram, vagy egyéb más veszélyei vannak a vonulás során is, illetve itt a költésük során is. A meggyűrűzött gólyákat távcsöves leolvasással tudják a jövőben nyomon követni, melynek köszönhetően egész életük során azonosíthatóak lesznek. A sorszámozott gyűrűkkel megjelölt madarak megfigyelése sokat árul el életükről, mozgásukról, vonulásukról. Van egy ilyen megfigyelő hálózat önkéntes tagokból, Madártani Egyesület keretében, illetve mint ugye a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság keretében is, jó magam személyében is egy hivatásos állomány. Az idei év tapasztalatai alapján a fiókák számának tekintetében elmondható, hogy a tavalyi évnél jobbak az eredmények. Az időjárás változásai befolyásolják leginkább a madarakat, ami nagyban kihat a költésükre is. Március-áprilisi időszakban egy nagyon nagy asszály volt. Ez nagyon nem kedvezett a gólyának. Féltünk is attól, hogy ez negatívan fogja befolyásolni az idei költési eredményeket, de aztán jött egy május,
ami teljesen megváltoztatta ezt az időjárást, hiszen egymás után érték a csapadékok, ilyenkor már jobban talált táplálékot, főleg a fióka nevelési időszakban, ez pedig megnövelte a költési sikert. A nap folyamán összesen 8 településen volt lehetőségük az érdeklődőknek végig kísérni a gólyák gyűrűzését. Aki lemaradt róla, de mégis kedvet kapott hozzá, a Kiskunsági Nemzeti Park vagy a Magyar Madártani Egyesület honlapján talál részletes információt a következő gólyarócsókról. Ma volt az utolsó tanítási nap az iskolákban. Jövő héten kapják készhez a diákok a bizonyítványaikat, ekkor tartják az évzáró ünnepségeket is az intézmények. Aztán következik a jól megérdemelt vakáció. Közel 75 nap. Ennyi időt tölthetnek nyaralással, kirándulással, játékkal, olvasással, bicajozással és ezerféle dologgal a diákok a nyári szünetben. Szerencsére idén kegyes volt az időjárás abból a szempontból, hogy nem volt nagy meleg májusban, így könnyebb volt átvészelni az évvégi felmérések, témazárók, az utolsó felelések, javítások időszakát. Már a táblák is beteltek a rajzokkal, aláírásokkal, hogy helyese legyen egy-egy feladatnak. A tartós tankönyveket vissza kellett adni. A táska, tolltartó, tornazsák, rajzfelszerelés is hosszú álomra térhet. Természetesen a gyerekek tele vannak tervekkel, hogy mit szeretnének csinálni a nyári szünetben. Elmegyek Bajára, meg elmegyünk utána Szekszárdra, csak Baján ott alszok 10-et az unokatesommal, a Fannival, meg hát apa már nem emlékszik rá, hogy felfedezzünk egy új helyet, meg még anya gondolkozik rajta, hogy átjöhet az Aliz, meg átmegyek a Bogihoz fürdeni, meg elmegyünk Szelídre és Balatonra. Először elmegyek foci táborba 2 hétre, aztán úszótáborba, aztán megyek Gyulára, aztán a Katica tanyára, és az úszásoktatás, és vége. A szülők többféle táborba is elküldhetik a 2,5 hónap alatt csemetéiket. A kínálat sokrétű. A hittanos tábortól kezdve a nyelvi táborokon át egészen az úszótáborig tart. Emellett az önkormányzat ebben az évben is biztosít nyári napközit a gyerekeknek. Bemutatkozás Csepelen címmel kiállítás nyílt az Erdei Éva galériában. A tárlatot a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub alkotóinak munkáiból állították össze. Egy bensőséges, baráti kiállítás megnyitó zajlott nemrégiben a fővárosban, pontosabban Csepelen az Erdei Éva galériában, ahol most a Kalocsai Művészklub tagjainak alkotásai díszítik a falakat. A kiállítás létrejötte Cserenko Gábornak köszönhető. Cserenko Gábor akkor, amikor Halász Erkán volt, szerencsére most Kalocsára került, és nagy szervező, megismerkedett Erdei Kvasznai Évával, aki a Csepeli galéria tulajdonosa, és meg hát Prokop Péter ismerője, ő a Prokop Péter díjnek a megalapítója, és van neki egy magángalériája. Úgy jöttünk össze, hogy annak idején 2019. január 19-én Csepelen ünnepelték, nem Kalocsán, Csepelen ünnepelték Prokop Péter születésnapját. És oda elmentünk Kalocsáról 8-an, erre a gyönyörű ünnepségre, ott avatták föl a Prokop Péter dombor művet, mégpedig Prokop Mária művészettörténész. Innen jött az ismeretség, majd később az az ötlet is, hogy az Erdei Éva galéria helyet tud biztosítani a Kalocsai Művészklub tagjainak, hogy bemutatkozhassanak. A szempont az volt, hogy ugye egy képet tudtunk kiállítani, vagy egy alkotást, hogy mindenki a szívéhez közel álló alkotást hozza el. Nagyon sokan összejöttek erre a megnyitóra, tényleg jó akaratú olyan emberek, akik szeretik nem csak Prokop Pétert, hanem szívükbe zártak, mint Kalocsai környéki alkotókat. Innen a környékről, nem csak Kalocsáról, Dunapatajról, aztán Dusnokról, Hajósról, Kiskunfélegyházáról, Sorcról is alkotótársainknak ott látható egy-egy alkotása ebben a galériában. A kiállítás a hónap végig tekinthető meg a Csepeli galériában. Textillanások címmel új időszaki kiállítás nyílt a Söffer gyűjteményben. A tárlat Csomák Lászlóné textil szobrász munkáit mutatja be.
Egy igazán különleges kiállításnak ad helyet a Söffer gyűjtemény. Csomák Lászlóné textil szobrász szabadszállásról érkezett hozzánk és hozta el munkáit, melyek segítségével a színek, a formák és a mozdulatok világába kalandozhatunk el. Ez egy olyan technika, amit én sem nagyon láttam még eddig. Textilekből alkot különböző domborműveket, szobrokat. Egy ilyen fura címet adott a kiállításnak, amit nagyon értelmezni se lehet, vagy ha nagyon akarjuk, természetesen textillanások, ugye ebben benne van a textilnek a neve, és valószínű, hogy a villanások két szót vonta össze ebbe a szóba. És hát ha tényleg körbenézünk ezekön a szobrokon, egy kicsit jelképes is ez a mozgást, a színöknek a kavalkádját jelentő cím, hogy textillanások. A bemutatásra került alkotások és azok kiegészítő darabja is egytől egyik textilből készültek. Ha megnézzük ezeket az alkotásokat, akkor kicsit hasonlít Söffer Miklós gondolatvilágára, úgyhogy ha teljesen más irányba közelítik meg a témájukat, de itt is a színöknek, a mozgásoknak, a fényöknek van szerepe. És ugye ezek a színek nagyon jól kiemelik azokat a domborulatokat, amiket a textile visz föl erre a felületre. Ha megnézünk egy modellakás, talán ezek az alkotások ott elképzelhetők. A textil szobrászatnak egyre nagyobb népszerűsége van hazánkban. Nagyon sokan nézik meg ezeket a tárlatokat, és nagyon sokat elad ezekből az alkotásokból. Itt is van több olyan képe, amit úgy kért vissza, hogy bemutathassa a kalocsai közönségnek, mert ahogy mondom, ezek az a modern bútorokhoz igenis passzolnak. A kiállítás június 22-ig minden kedden, csütörtökön és szombaton látogatható. A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre és adózásukra ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében. Kivételt csak a diák szövetkezeten keresztül vállalatmunka képez. Szorgoskodnak a fiatalok a kalocsai hivatalban. Városunkban a tanulóknak nyáron az önkormányzat intézményeiben, hipermarketekben vagy a mezőgazdaságban van lehetőségük munkát vállalni. Fontos tudni azonban, hogy rájuk hasonló szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre. A diákok szülői engedélye 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szak- vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükségük. A diák munkával szerzett jövedelem néhány foglalkoztatási formát kivéve adóköteles. A személyi jövedelemadó mértéke 15%, amit a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó jövedelméből. Ha munkaviszonyban vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fizetnie, melyet szintén a munkáltató von le. Mindenről a foglalkoztatónak igazolást kell kiállítania, amelyre a diáknak jövőre lesz szüksége az adóbevalláskor. Ki kell emelni továbbá, hogy a munkaszerződés megkötése csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. Ebben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy teljesítményben is. A diáknak azonban minden esetben meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 149 ezer forint. A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ a 72-es számú információs füzetben a www.nav.gov.hu oldalon olvasható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Friss hírekkel és híradóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!